Bridget Veninger, Eve tárlat, 24 karácsonyi mese, 13. fejezet, a karácsony mindenkié. A két manó gyerek szorosan odabújt a nagyapjához a tűz mellett, miközben várták, hogy a finom kívánság puncs elkészüljön. Az italnak minden nap picit más íze volt, mert újabb és újabb hozzávalókat próbáltak ki. Tegnap Vilma és Vili talált egy kis alma és narancshéjat, amikor az erdőben sétáltak, Biztos a nagy emberek dobálták el kirándulás közben. Mózes apó szépen lesikálta a héjakat, aztán apró darabokra vagdosta és beledobta a forró puncsba. Mellette egy vacsora vendég üldögelt, Színó a szomszéd manó ugrott be, hogy kölcsönkérje Mózes apó harcsa Hú, szimatolt a szomszéd sóvárogva, a puncsodnak karácsony illata van. Tényleg? szagolt bele Mózes apó is. Érdekes nekem a friss fenyő ágak illata jelenti a karácsonyt. Vilma akkor megrángatta a nagyapja köpenyét, és azt kérdezte. Nagyapó, mi az a karácsony? Ó, kicsikém, válaszolt helyette Színó, a karácsony egy gyönyörű téli ünnep. A nagy emberek sok-sok ajándékot kapnak ilyenkor, és finom ételeket főznek. Az ünnep után pedig összeszednek mindent, és ami már nem kell nekik, azt kidobják. Ez nem is baj nekünk, manóknak, mert használt vesszük az áldobált holmiknak. Mózes nagyapó bocsánat kérően simogatta meg unokái fejét, és azt mondta, sajnálom gyerekek, hogy még soha nem beszéltem erről, most elmondom, jó? A két manó gyerek és persze a két bagoly az ágon a fülét hegyezte, ahogy Mózes apó mesélni kezdett. Halk és hangon kezdett beszélni, színónak igaza van, a karácsony ünnep, de nem szagolható és nem is ehető. Egyedül a szívével érzi igazán az ember. A karácsony szent ünnep. Az egész világon mindenki érzi, olyan, mint a kicsi lángocska a szívünkben. Ezért ünnepli annyi sok nagy ember. Amikor ti megszülettetek nekünk, az is ünnepnap volt, és én is a szüleitekkel együtt örvendeztem. Vilma vadul bólogatott. Én is tudom, milyen az ünnepnap. Nekem az volt ünnepnap, amikor papa hazajött egy hosszú útról. Olyan sokáig volt távol, már annyira féltem, hogy baj esett. Szerencsére nem történt semmi rossz, és amikor az éjszaka közepén egyszer csak betopant, én olyan boldog voltam, hogy a szívem majd kiugrott a helyéből. Az én ünnepnapom az volt, amikor én, meg Maxim a barátom, letettük a manó gyerekek erdész vizsgáját, szólalt meg Vili is. Nagyon sokat tanultunk rá, igazán igyekeztünk, Mégis nagyon féltünk, hogy esetleg megbukunk a vizsgán. Nehéz tantárgyakból kellett felkészülnünk, és a legtöbb manó gyerek idősebb volt nálunk. Mégis átmentünk, és a vizsga után ünnepeltünk papával, mamával és a barátainkkal. Na, az egy valódi ünnepnap volt. Örülök, hogy ti is tudjátok, milyen hangulatú a karácsony, mosolygott Mózes apó, és színó is bollogatott. Kaphatok még egy kis kívánságpuncsot? nyújtotta oda a csészi Vilma. Nagyon szeretnék még kívánni valamit, valami fontosat. Azt kívánom, hogy mamának két édes, egészséges manó gyereke szülessen. Ez nagyon szép kívánság, mosolygott az öreg színó. Örömmel hallom, hogy manó testvéreitek születnek. Mit szeretnétek, fiúkat vagy lányokat? Vagy egy fiút, egy lányt, mint amilyenek ti vagytok? Micsoda, csillant fel Vili szeme. Hát választhatunk? Akkor én mást kivennék inkább, egy róka rókakölyköt, amelynek hátán szágódozhatnék, vagy egy puha tollú bagyot, ami repülhetnék. Sajnálom, Vili, de nem választhatsz akármit, mondta Mózes Apó. A babák már ott vannak az édesanyátok szíve alatt. De azért kívánhatsz még olyat is ráadásnak, hogy legyen egy róka vagy egy bagoly barátod. Kívánni bármit kívánhatsz, csak nem kaphatsz meg mindent, legalábbis nem egyszerre. Tudod, mindennek megvan a maga ideje, a kívánságok is akkor teljesülnek, ha jön az idejük. Lehet, hogy esetleg olyat kívánnál, amit később megbánsz, nem? Minden esetre próbáljuk ki. Figyelem, felkészülni, figyelsz, kívánság! A négy manú az ég felé fújta a kívánság csilladát, és aztán hosszan nézték az égboltot, hát ha meglátják rajta az új csillagaikat.